Sziasztok! Szeretnék bemutatni nektek egy viszonylag friss játékot, de ahhoz, hogy megértsétek, hogy mit szeretnék mondani, ahhoz kénytelen vagyok nem csak történelem leckét venni, hanem kénytelen vagyok így végigmutatni a történelem egy kis szeletkéjét. A játék, amit szeretnék bemutatni nektek, az a Subnautica-nak a Below Zero, tehát a nulla fok alatti, úgymond az északi kiegészítőjét, de ahhoz ismernetek kellene ezt a játékot, ez itt a Subnautica, ez az előző rész, és hogy ne csak dumáljak róla, így legalább egy kicsit tudok mutatni is dolgokat. Első körben kezdjük a már megszokott történelemmel, ugyanis a játékot egy olyan csapat fejlesztette, egy kaliforniai csapat, akik annak idején a Half-Life-hoz csináltak egy Natural Selection, a természetes kiválasztódás című játékot, egy modot pontosabban, ami nagyon-nagyon érdekes volt és innovatív. Ugye a Half-Life az egy ilyen belső nézetes lövöldözős játék, mint ez is itt a monitoron, aminek az volt az érdekessége, hogy úgy volt belső nézetes lövöldözős, hogy volt két csapat, a gonosz, szütymörgős, nyálas alienek, és a űrtengeri gyalogosok, akik mind-mind ugye belső nézetből irányították magukat, ugye el kellett foglalni a térképen mindent és elintézni a másik csapatot, de viszont minden csapatnak volt egy úgynevezett kapitánya, aki felülnézetből látta, hogy merre mennek a csapatok, tudott utasításokat adni, hogy merre menjenek az emberek, meg megerősíteni mindenféle épületeket, meg magukat, az egységeket is, tehát kikutatni mindenféle újabb technikákat és ezzel felszerelni dolgokat. Zseniális játék volt amúgy. Olyannyira, hogy annyira tetszett a fejlesztőknek, hogy kitalálták, hogy mi lenne, ha csinálnánk bele egy rendes játékot, nem egy modot. Úgyhogy alapítottak is egy stúdiót, ez lett az Unknown Worlds, az ismeretlen virágok, nem virágok, világok. És nekiálltak fejleszteni egy teljesen saját engine-nel, aminek később Spark lett a neve, amúgy Evolution Engine-et csináltak, tök jó videók voltak, ahogy így az Alien, tehát a gonosz idegen trutymó, ahogy mászott a falon, meg minden, így nagyon jó volt. De aztán ugye rájöttek, hogy nem szeretnék, hogy egy kiadó beledumáljon a dolgukba, ezért kiadták a Zen of Sudoku, tehát a Sudoku Zenje című ilyen casual játékot, hogy valamivel pénzeljék, aztán az egyik Games Developer konferencen, közben megy le nap, összefutottak pár olyan befektetővel, akik szó nélkül adtak nekik pénzt, hogy meg tudják csinálni ezt a természetes kiválasztódás második részt. Úgyhogy nekiálltak és megcsinálták, ami nem lett rossz, azt tudtam, mint korábban, csak sokkal szebben, saját engine-nál fogyott, emberek játszottak vele. Aztán belevágtak a srácok ebbe a cuccba. A külön érdekessége még, hogy a srácok például a saját játékuk fejlesztése közben debeestelett. Írtak egy Lua-hoz egy dekódert, amit amúgy meg is lehet venni. Ez a dekóda. Nagyon-nagyon aranyos. Meg kb. Ennyi. A Subnautica volt a következő lépésük. Ja, meg még egy dolgot elfelejtettem mondani. Állítólag azt olvastam, hogy amúgy kínaiak pénzelik ezeket a kaliforniai csávókat, na de hát tulajdonképpen Amerikában szinte mindenkit. Szóval itt ez a jó kis Subnautica előttünk, ami Early Access-ben volt nagyon-nagyon sokáig, én is akkor vettem meg. És így alakulgatott apránként, voltak nagyon híres youtuberek, lásd Markiplier, illetve Jacksepticeye, meg még egy csomó mindenki, akit én se ismerek, akik mind-mind csináltak róluk videókat, én is amúgy Jacksepticeye miatt vettem meg a játékot, mert nem bírtam elviselni, ahogy játszik, mondom, ezt meg kell néznem magamra is csinálni. Na most a fejlesztés korai szakaszában a srácoknak fogalmuk sem volt, hogy pontosan mit akartak. Azt akarták, hogy ilyen tenger alatti Minecraftot csinálnak, aminek az volt az eredménye, hogy deformálható
talajt csinálnak, aminek az lett az eredménye, hogy instabil lett, meg nagyon szaggatott, úgyhogy végül úgy döntöttek, hogy egy darab nagy épített talaj lesz az egész. Ez talajról beszélünk víznél, ugye milyen hülyeség. Az érdekesség az, hogy nem a saját engine-jüket használták ehhez, mert úgy döntöttek, hogy a Subnautica-hoz lehet, hogy jobb lesz a Unity, úgyhogy amit itt láttok, az meglepő módon egy Unity, ami ráadásul nem is úgy indul, mint a megszokott Unity, hogy egy külső menüben rakjuk össze, hanem a belső menüben rakjuk össze, hogy hogy nézzen ki. Ez itt a kihozható maximum, amit láttok most a grafikából, elképesztően jó ez a hold, ahogy ott mosolyog még minden. De miről is szólna a játék, azon kívül, hogy egy víz alatti Minecraft. Hát a srácok ugye kitalálták, hogy van ez a szép nagy űrhajó itt a háttérben, amit nem füstölök, hogy lezuhan egy ilyen óriási tulajdonképpen tengerbolygóra, és a főhősünk egy darab túlélő, aki megpróbál túlélni. Itt van egy kis PDA-ja, ami elmagyarázza neki, hogy mit, hogy csináljon. Itt van benne az, hogy milyen felszerelési tárgyai vannak. Itt lehet menedzselni, hogy milyen tájékozódási pontokat lásson, amint látjátok, elég jó pofa. Akkor itt vannak a mindenféle sztori elemek, és a úgymond enciklopédia, amiben mindenféle jó kis sztorikat adnak hozzá, meg itt lehet végighallgatni a sztorikat. És tulajdonképpen azt csinálja az ember, amint megérkezik, hogy van itt ez a mentőkabin, ami az elején gyakorlatilag az életet jelenti a karakternek, mert hogy itt van ez a fabrikátor, és itt mindenféle anyagokat tud legyártani magának. Itt van egy, ezt meg kellett csinálni, egy gyógycsomagkreáló, és kb. Ennyi élettered volt. Amint látjátok, ott oldalt van az életerőm, az éhség, meg a szomjúságjelzőm, illetve az oxigén tartalékom. És ugye ahhoz, hogy bármit tudjon kreálni az ember, szüksége volt mindenféle nyersanyagokra. Úgy látom, gondosan nincs nálam rendes reflektor, úgyhogy kénytelen leszek ezt használni. És gyakorlatilag beszabadul ide ebbe a jópofa kis tengerbe, ahol például fölvesz ilyen fémroncsokat, vagy itt vannak ilyen dudorok, amiket most pont nem látok egyet sem, mert valószínűleg mindent összeszedtem a környékről, amiket szintén szét lehetett ütni, és abból is mindenféle egyéb nyersanyagok, tehát fémek, meg ilyesmik jöttek, és utána azokat azzal a készülékkel kellett úgymond szétolvasztani. Most megyek is, megmutatom. Nagyon jó. Ezt a készüléket is úgy kellett legyártani. Tehát akkor jön az ember, és akkor úristen, és lebontjuk ezt a roncsdarabot titániumra. És abból meg lesz ugye rögtön ebből a egy darab roncsból négy darab titánium lesz, amiből aztán ugye egy csomó mindent lehet csinálni. Amint megnézitek, rögtön jelzi is, hogy mit is tudok már ennyiből legyártani. Amint látjátok, van nagyon sok. Az alapkategória ez a tulajdonképpen, hogy milyen nyersanyagokat tudsz csinálni. Ugye a tiszta nyersanyagból vannak különféle finomított nyersanyagok, fémek, szövetek, mindenféle folyadékok, amik jók lehetnek, például fertőtlenítő, vagy például kenőolaj, üvegfélék, akkor itt vannak a speciálisabb hasonló ilyen dolgok, amik a túléléshez kell, illetve az elektronikai cuccok, ami ugye a drótoktól a komputeren át az energiacelláig minden van, ami kellhet az embernek az építéshez. Aztán itt van a fenntartási menü, ahol vizet lehet csinálni, aminek az egyik fele, amint látjátok, szegény Bladderfishből kellett vizet csinálni az elején, amíg nem tudtam magadnak csinálni egy rendes szűrőberendezést, illetve lehet csinálni még tisztított vizet is, ahhoz meg ezt a jó kis hipót kell. Aztán itt vannak a különféle főzhető opciók, hogy az elcsípett halakból lehet csinálni kaját, illetve amire én most jöttem rá a másik játékban, hogy mennyire jó, hogy megfőzheted a halat, de ugye megromlik, de akkor csinálsz belőle sóval ilyen tartósabbat, akkor nem romlik meg, csak egy picit hamarabb leszel szomjas, ami azt jelenti, hogy inkább több vizet kell vinni, mint kaját, sokkal jobb. Az utolsó előtti menüben vannak a mindenféle felszerelések, amik itt a különféle búvárruhák, meg
uszonyok, palackok, meg maszkoktól elkezdve minden ilyen jópofa dolog van. A második kategóriában pedig kizárólag olyanok eszközök, amiket használ az ember, tehát szkenner, javító, zseblámpa, kés, minden ilyesmi. Építő, lézervágó, stázispuska. Az utolsó pedig a úgymond lerakható dolgok, tehát a mindenféle egyéb immáron mondhatni gépek, mint például ez a kis Seaglide nevű kis robogó, amivel megyek, akkor például lehet csinálni egy ilyen kis öblöt, ami összerakja neked a járműveket, meg ilyen raktától elkezdve a beaconig, ami egy kis lebegő bígyó, ami ugye mindig sugározza neked, hogy hol van valaminek a pozíciója, tehát tájékoztatást szolgálja. És ez még csak ez az alap úgynevezett fabrikátor, mert ezen kívül még egy csomó minden van, és ugye ezzel a helyjel úgy indulunk, hogy még van egy ilyen minimális rakterünk is. Ide vele is rakom ezt a sok titániumot. Ugye ezért is jó, ha az embernek mindenféle úgynevezett ládái vannak. És tulajdonképpen az a dolgunk, hogy valahogy túléljük itt a helyzetet, és esetleg meglógjunk, amihez, amit látjátok, ez még a végelőtti mentés, tehát én tulajdonképpen itt már nem vagyok túl messze attól, meg amit látjátok, van már saját járgányom, mindent, amit el tudtok képzelni, de tényleg a napi rutin az annyi, megvártam, hogy följön a nap, hogy lássátok, hogy ugye lemegy az ember, és összeszed itt a dolgokat, mint például itt ezt a az elemekbe való savat, ezeket a savas gombákból lehet szedni, és így tovább. Aztán építesz magadnak egy mini bázist, hogy ne kelljen mindig, tehát közelebb legyél a vízhez, itt is kb. Ugye ugyanaz a funkció. Ami jó ebben az építésben, hogy úgynevezett prefab építés, tehát gyakorlatilag külön elemekből rakod össze, nem pedig neked kell, mint a Minecraftban az egyszer-egyes kockákból felépíteni, hanem itt ez a TL, ez az X-elágazás, egy darab elem, ennek megfelelő mennyiségű, nem túl sok nyersanyagból kell csinálni, mert hogy titániumból szakál, vagy négy, vagy ilyesmi, tehát nem túl sok. Aztán ez az egyenes rész is egy külön elem, a bejárat is egy-egy külön elem. Ide belül ugye már raktam egy fabrikátort, meg itt egy kis rakteret magamnak, de ennél már vannak sokkal nagyobb bázisaim is. De az a lényeg, hogy ugye az ember próbálja magának egy olyan környezetet kialakítani, hogy tudjon minél jobban, minél hatékonyabban nyersanyagokat összeszedni. Amint látjátok, van ilyen nagyon vicces dolog, hogy egyes helyeken vannak ilyen levegőbuborékot felpöffentő ilyen korallok. Ugye itt vannak a mindenféle halacskák, amiket meg lehet enni, meg ilyesmi. És például, amint látjátok, tényleg mondtam, szinte minden nyersanyag, tehát ez az óriási ínár is. Ami viszont érdekes a játékban, hogy gyakorlatilag egy nagyon-nagyon komplex ökoszisztémát raktak ide össze. Jutus természetesen felugrott az asztalra, nézzék el, nekem biztos a halak miatt. Pont nem halat kaptak, valószínűleg azért kellett neki. Akkor amint láttátok, nem csak azt a hínár szárat, hanem itt ezt a hínároknak a termését, ebből is lehet jó dolgokat csinálni. És a komplex ökoszisztéma, ugye itt vannak a különféle kis halak, és vannak hozzá ragadozók per pillanat, amilyen mázlim van, egy sincs a környéken, aminek mondjuk nem biztos, hogy nagyon bánok, mert az egyik legdurvább dolog a szubnautikában, hogy amilyen kis békés és barátságos, néha, amikor meghallod, hogy már közel van a hal, úgy kicsit berosálsz. Ilyen, ez egy haltojás, és amúgy az egyik ragadozói, ezt így előre elmondom, ki lehet keltetni, lehet a saját mini akváriumodba ott tenni. Mindjárt szomja a halok, van innivalom? Van, meg is ittam. Nem tudok nektek mutatni egy ragadozót sem. Hát ez ilyen. És ezen kívül tényleg nagyon változatos környezetekben lehet ezt csinálni, mert hogy ez itt az úgynevezett biztonságos sekélyes. Itt beleülök a mini járművénbe, ugye ez úgy a technológiai fejlődésnek az eredménye. Az egész játék nagyon szépen föl lett végül építve, hogy konkrétan egy fejlődés neki ott is van.
itt van ez a jófej srác, ő amellett, hogy megtámad, és most valószínűleg kiesett szegénynek a foga, ami szintén egy nyersanyag, összeszedi például a roncsokat, el lehet vinni őket. Sőt, tulajdonképpen van a kezedben egy megfogott hal, akkor tudsz úgymond barátként magaddal cipelni szegénykét. Ez itt például már egy teljesen másik úgynevezett bióma. Ezt így a vörös síkságnak mondom, és ez a gyönyörű mély hang itt, ez a nagyon-nagyon kedves lény, aminek teljesen elfejtettem a nevét. Ő teljesen ártalmatlan, és itt lebeg, tehát általában meghallod a hangját, akkor szinte biztos lehetsz, hogy nagyjából biztonságban vagy. Itt is vannak ilyen kis lények, azok a kis guztustán piros ott a célkeresztem környékén, az például megtámadja az embert. A kis rózsaszín bigyók, azok meg így lebegtetik a dolgokat, abból lehet csinálni még pár érdekes dolgot, például gyorsan föllebegni. Ó, és itt van, amit mondtam, ezek a kis dudorokat kell összeszedni, ha az ember úgymond bányászik, tehát ezekből lehet kivenni a mindenféle egyéb nyersanyagokat és ritkában lévő nyersanyagokat. Természetesen ez később már ipari szinten lehet űzni, mert a mélyebb részeken vannak ilyen hatalmas, konkrét darabok, nem ilyen kicsik, hanem ilyen ember méretűek, amihez meg ugye van ilyen lépegetőszerű kis robotunk, amit jól eldugtam most valahová, azzal lehet ezeket kibányászni. És ebbe a környezetbe kell végig mennetek egy történetem, mert hogy úgy döntöttek, hogy a mezei úgynevezett túlélőjáték az kicsit túlsekélyes, így konkrétan felfűzték az egészet a fejlődése együtt egy nagyon aranyos kis történetre, amiben ugye mi, mint a túlélő, hogyan megyünk tovább. Úgyhogy be kell utaznunk a roncsmezőbe is, itt is van egy ragadozó, éppen bántani szeretne, de szerencsére nem nagyon tud. Ezek a ládák is a roncsból vannak, amúgy hatalmas roncsmező van, ahol meg még rondább, nagyon durva szörnyek is vannak. Ez itt csak egy letört darab, itt szerencsére nem lesz ennél durvább, de ó, és itt a bázisom. Ja, és tudom, hogy hova dugtam el a lépegetőt, ez lent van majdnem 1500 mélyen. Tehát úgy képzeljétek, hogy van egy kb. 2 négyzetkilométer széltében hosszában, és még mélységben is kb. 2 kilométert lehet menni mindenféle zegzugos barlangokon keresztül. Úgyhogy nagyon-nagyon jó pofa ez a játék. És tényleg pont ez az egész fejlődés, fejlesztés, az, hogy ezt te a saját tempódba csinálod, te döntöd, hogy merre indulsz, és mindig valami érdekes, izgalmas, úgynevezett idegen környezetben leszel. Ezt csak föl akartam vágni, tehát ilyen bázist tudsz építeni, ahol például be tudja fogadni a kis hajódat. Jelenleg most nem építettem neki ezt a bigyót ide, amivel át tudom nevezni, vagy festeni, mert amint látjátok, ez nem az alapfestése, illetve itt oldalt vannak mindenféle upgrade-ek, amiket ki lehet fejleszteni, szóval elég hosszú, egy olyan 17-8 órát el lehet vele tölteni, vagy akár még többet is. Ó, veszek magamhoz egy kis kaját, mert így miután sikerült megtalálni ezeket a növényeket, azóta nem kell halat enni, és én annak nagyon örülök, mert annyira cukik szegény halacskák, hogy nincs szívem bántani őket. Itt egy kis bug, ez még mindig van a játékban, itt a bioreaktorom, tehát gyakorlatilag energia is kell ugye bármihez a bázison, amit látjátok, így is van rengeteg, de amúgy itt fogok tudni pár krumplit berakni, és a komposztálóból energiát generált, tehát gyakorlatilag itt már nagyon önfenntartó voltam ebbe a bázisba. Amint látjátok, azért nem csicsáztam túl, mert hogy kb. Van itt a kajakészítő, azt ennyi, tehát ilyen úgymond lakórész, meg ilyen egyéb dolgokat nem nagyon csináltam magamnak, ez egy teljesen funkcionális bázis. Így. És tényleg itt a vízszűröm, itt vannak a raktárak, amiket már azóta kifosztottam. Mert a másik bázisnál, a mélyben, ott nagyobb szükség volt a dolgokra. És ezt a játékot hozták ki a srácok, tehát van egy ilyen 16 óra környéki. Sziasztok, de aranyos. És ott van fölöttük a rakéta. Ott van az egyik, itt van, ezt mondtam, ez a úgynevezett beacon, ez sugározza itt a helyét.
úgyhogy itt hagytam szegénykét, úgyhogy bemegyek még érte. Szóval a srácok ezzel próbálkoztak, az elején Early Access-ben nagyon-nagyon érdekesen alakult, már volt úgy, hogy már majdnem tönkre is mentek, tényleg Jacksepticeye, hogy fölhívta a figyelmet a játékra, egyre többen vették, és tulajdonképpen ez húzta ki őket a, úgymond a kaksiból, de szerintem nagyon jól összeszedték magukat, tehát én láttam minden állomását a játéknak, és azt mondjam, hogy teljesen jó minőségben összerakták a végére. Mindenkinek merem ajánlani, nagyon jó a, úgymond a survival és a crafting, tehát a túlélés meg a kreálásnak a belövése. Gyakorlatilag tényleg ilyen chill, amikor nem ijeszt halálra valamelyik gonosz ragadozó, akkor teljes nyugiba tud az ember nagyon kényelmesen mindenféle dolgokat összeszedni, hogy utána ráadásul terveket is csináljon, ráadásul, tehát terveket csinál, hogy mit fog csinálni, mihez, milyen anyagot kell gyűjteni, melyik anyag, melyik környéken van, és így ki lehet tűzni mindenféle jó kis célokat. Tehát nagyon-nagyon jó játék. Nagyon szeretem, úgyhogy így. És nem soká, mindjárt, egészen pontosan mesélek a következő részről, amit már nagyon-nagyon vártam, hogy megjelenjen. És ez az, amit tényleg annyira vártam, hogy végre ezt már beígérték, korábban már hintelték, tehát így volt kb. A megjelenés után nem sokkal valami screenshot, ahol valami jeges ízét mutattak, hogy hú, lesz majd kiegészítője. És igazság szerint az első rész úgymond a Subnautica után kicsit sok volt az úgymond, úgy döntöttem, hogy én mindenféleképpen támogatom őket, úgyhogy gondolkodás nélkül megvettem a megjelenés napján, alig vártam, hogy itt a Steamen ugye bedingeljen a 7 óra, hogy végre megjelenjen, nem tudom milyen idő szerint van, de nem európai szerint, de az a lényeg, megjelent, már húztam is le a kártyát, és már meg is vettem ezt a következő részt, ami ugyanúgy Early Access-ben indul, mint az előző, és körülbelül ugyanúgy is tart, mint az előző, annak idején Early Access-ben. Kicsit ki is úszok, hogy mutassam a lényeget. Szóval, amint látjátok itt a melléket, képet, ez még mindig Subnautica, mint ahogy az előzőben láttátok, bár itt már kicsit más színű ez a úgynevezett habitát. Tehát nem fehér, hanem fekete, de a többi a stimmel, meg a meglévő dolgaim is pont olyanok, mint az előzőbe. De ha megfigyelitek a kis kezét ott a főhősnek, itt az első nagy különbség. Az első résznek a túlélője egy srác volt, ez viszont, amint látjátok, egy hölgy, ráadásul latinó, vagy néger, nem tudom, valamelyik fekete, vagy nagyon sötét barna hölgy, emellett nagyon-nagyon fölvágták a nyelvét. Tulajdonképpen mi van ebbe a mostani Early Access-be? Amint látjátok, nagyon-nagyon sok szárazföldet lehet már most látni itt a környéken, és pont a bolt oldalán a Subnautica Below Zero-nak, tehát magán ott lehet látni a trailer, de a trailerben is szerepel, hogy egy hölgy egy ilyen revegő kis motorszerű bígyón rosszalkodik. Úgyhogy igen, amint látjátok, bár én itt most bénázok, hogy följussok erre a cuccra, de nagyon-nagyon sok mászkálás és közlekedés lesz itt mindenféle úgynevezett szárazföldi helyeken. Az új úgynevezett mechanika, amit még nagyon nem indikál semmi, az a hideg lesz, mert hogy mindenféle viharok is szoktak történni, most csak csendesen esik a hó, de amúgy van eső is, és egy nagyon durva energiavihar, ami mondjuk úgy villámlik a víz alatt is, hogy néha egy picit zavaró, de hát majd belövik a srácok. Szóval itt vagyunk egy teljesen új főhőssel, amint látjátok, teljesen új környezetben. Ez is, ahogy így nézem, megtartja ezt a jó 2 km x 2 km-es dolgot. És jelenleg a biztonságos, sekélyes, meg még úgy körülbelül 200 méterig le lehet menni, van kész. A távolban ott arra a szigetre föl lehet menni, ott is van valami épület.
ami a sztorihoz tartozik, illetve ha megnézitek ott azt a bigyót az égen. Itt most már nem egyedül vagyunk, bár itt is történik egy katasztrófa, ami miatt nekünk egyedül kell itt heggesztenünk. Ott fent a család másik tagja van és monitorozza a dolgainkat, tehát itt a történet egy kicsit sokkal inkább folyik, mint a Subnautikában volt, tehát sokkal több párbeszéd van, sokkal több beszélgetés. Úgy körülbelül 4 órányi anyag volt a mostani történet, miközben ugye, tehát nem pont 4 órányi anyag, de 4 órát játszottam, ami alatt végigjátszottam azt az adagot, amit eddig beleraktak a srácok. Körülbelül olyan stabil a játék, mint a Subnautica most, hogyha megveszitek. Meg amint látjátok, egy csomó alapjuk már megvan, tehát itt a jég, meg ilyesmi, meg a havas textúrát, meg egy csomó minden más már tulajdonképpen új, de az alapok azok még mindig a Subnautica-ból vannak, tehát tényleg konkrétan már csak fel kell tölteniük tartalommal, tehát új engine, meg új fejlesztések nagyon... Nem tudom, hogy lesz neked, de most nem nagyon kell neki. Bár lehet, hogy kell, majd azt kitalálják, hogy mi lesz. Amint látjátok, itt mindenféle újabb halak vannak, néha átszínezve. Itt az előtt mutattam nektek ugye a hínárt, az itt most sokkal sárgább, és nem sárga színű a mag, hanem ilyen pirosas. Viszont jelenleg itt ezen a környéken például semmilyen gonosz ragadozó nincs, tehát itt nagyon nyugisan lehet per pillanat úszni. Úgyhogy vannak dolgok, amik még nagyon-nagyon erősen változni fognak. Tehát az első állapotában körülbelül ennyit tud. Tehát ugye megkaptam a bázisépítős bigyót, úgyhogy el tudom kezdeni a bázisépítgetést, de a technikai színvonalom az most egy kicsit le fog maradni. Mert hogy körülbelül azt hiszem megszereztem már szinte mindent, már csak a... A repulzor puskának kéne még találnom darabjait, és kész. Úgyhogy így. Nagyon jó pofa még mindig, és tényleg látszik, hogy most így ölik bele az időt, meg mindent. Amint látjátok, itt most ilyen nagyon-nagyon furcsa polipcsápos környéken vagyunk. Kicsit még furcsább halacskák vannak, de attól ez még Subnautica úgy, hogy van. Itt van az egyetlen ragadozó, aki annyira rövidlátó, hogy azt hiszem egyszer támadott meg összesen. De akkor is arrébb mentem, mint most. Úgyhogy nagyon-nagyon nem volt aggasztó. Jelenleg nyersanyagból is még az egzotikusabbak sincsenek meg, mert nem nagyon van meg nekik még a hely. Itt ugye tudok néhány helyen mélyebbre menni, de nem nagyon. Itt például az egyik nagy újítás, ezt még gyors meg is tudom mutatni, hogy amint látjátok ezt a furcsa kancsós növényt, az úgynevezett szalag növény, ez most a savas gomba helyett ezt kell összeszedni, hogyha az ember meg akar csinálni az elemet, mert ugye ez kell minden elektronikus kütyűhöz, mint például itt az 5-ös gombra rakott kis járgányomnak. Ered is elemről megy. Viszont még a kis szímot, kis egyszemélyes tengelyatjárót, ezt még nem lehet legyártani, még nincsenek meg hozzá a dolgok. Az valószínűleg egy csomó mindent a történet fog itt most megnyitni nekünk dolgokat. A történet amúgy konkrétan azután játszódik, ahogy az első rész végén, hogyha végigjátszottad a cuccot, hogy már ismerik a bolygót a főnökék, és konkrétan kutatókat küldtek oda, te az egyik tagja vagy a kutatócsoportnak. Ó, igen, igen, itt van egy ilyen bigyó, be is szkenneltem már, igen. Egy olyan pontján vagyunk a bolygónak, ami tele van ezekkel az idegen romokkal, meg mindenféle dolgokkal, ezért azért nagyon sok úgymond meglepicsom, amit lehet kapni, ha az ember talál. Mint ahogy ez a kis ejtőernyős bigyóközpont azt jelzik, hogy ilyeneket már találtam. Itt vagyunk nagyon mélyen, és még mindig nem lehet hallani Leviatán hangot, ami ugye gyakorlatilag ilyen Subnautica trademark, azért mondom, hogy még viszonylag messze van, de meg amint látjátok, az ott egy textúrázatlan objektum. Tehát még ilyenek vannak benne, tényleg ez még csak készül, tehát
ha szeretnéd, hogy elkészüljön a játék, és szeretnéd támogatni, akkor mindenféleképpen vedd meg most. Amúgy most 17 darab euró. Na, és itt most a videón először láttatok egy olyan dolgot, amit nem találtam meg a 3 és 4 óra alatt. Úgyhogy most jöttök velem. Ugyanis ezt a bázist én még nem láttam. Te nem is lehet bemenni? De be lehet. El van árasztva. Ez nekem nem volt meg, amikor itt össze-vissza úsztam körbe. Biztos ennek is lesz valami sztoria, hogy ez hogy lett így. Olyan, mintha én építettem volna. Aha, nagyon jó. Igen, ezt akartam amúgy mutatni itt, amit lent van, hogy ha megnézitek, nagyon-nagyon sok most ilyen lebegő erőforrás, meg ilyen szinte csak textúrából kigyúrt úgynevezett talaj van, tehát még nincsenek rajta specifikus a biómhoz tartozó növények, meg ilyen dolgok. Úgyhogy tényleg még csak épül a játék, viszont imádni való. Ó, ez az első részben is volt, ezt utálom, mert ez gonosz. Már jön is utálom, ilyen süvisít. Próbálok meglógni. Haliskolák is a régi megszokottak. Szóval készül, a srácok csinálják, és meglepően olcsón adják ahhoz képest. Hát 17 euró, ez a teljes ára. És hogyha ugye early access-ben megvetted, akkor ennyiért volt. Tehát később nem lesz drágább. Tehát már ezért is megéri early access-ben megvenni a dolgokat. Jelenleg most a Subnautica le is van árazva, azt hiszem 2 euróval olcsóbb. Meg ugye akik voltak olyan élelmesek, hogy szépen mondjam, és az Epic Store-ból leszették ingyen a Subnautikát, azoknak ugye most van egy tök jó játékuk, és azért nem kell fizetni, viszont szerintem megérdemlik a srácok ezt a 17-et most is. Nem tudom, hogy tudnék-e nektek ebből Let's Play-t nyomni, mert jelenleg tényleg tulajdonképpen én túl vagyok mindenen, itt még van egy biom, amit tudok nektek gyorsan mutatni, ahol itt vannak ezek a jó kis kémények, első részből emlékeztek, itt melegebb van, úgyhogy itt valószínűleg majd, amikor bevezetik a fázás mechanikát, akkor itt lesz a jó bázis lehetőség, mert itt akkor ezeknél a kéményeknél majd kellemesen meleg lesz. De ennyi, amint látjátok, tehát itt az egyik új rém, ez a rák, nem mentem még hozzá túl közel, állítólag üt. És ennyit tudok mutatni jelenleg a játékból, tehát elértük a úgynevezett contentnek a határát. Itt van a sziget, amit mondtam, a jelenlegi sztorihoz ez is kell, tehát ki van alakítva. Ahogy így nézem a srácokat, valószínűleg sokkal hamarabb lesz játszható állapotban ez a kiegészítő, mint annak idején a Subnautica volt, mert ott ugye ki kellett alakítani rengeteg dolgot, hogy meg tudják csinálni a játékot. Na, azok az eszközök ugye már kész vannak, tényleg csak a tartalmat kell beleönteni a srácoknak, és onnantól fogva kész is. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon várom, hogy kész legyen, mert a Subnauticát is megérte várni, és nagyon jó volt így időközben a fejlesztési úgymond szakaszokban megállni és rácsodálkozni arra, hogy mit raktak bele a srácok, hogy mennyivel lett jobb, gyorsabb a játék, minden ilyen jó pofa dolgot. Ó, őket még meg kell, hogy mutassam nektek, imádni fogjátok, de valószínűleg, ha a Steam page-ét nézitek a dolgnak, már láttátok, mert hogy velük reklámozzák effektíve. Itt vannak ezek az érdekes kis pingvinek. Azért érdekesek, mert hogy nem előre néz a csőrük és vízszintesen nyílik, hanem függőlegesen. Így. Pengvingnek hívják őket, és nagyon aranyosak, és itt úszkálnak, és amúgy meg kajálják a halakat is, ezért mondom, nagyon aranyos.
Tehát ez egy ízig-vérig szubnautika játék, amihez most még néhány új rendszert is raknak, tehát hogyha végigjátszottad a szubnautikát, és úgy érzed, hogy már szinte mindent kitoltál belőle, meg már kívülről tudod a sztorit, akkor ez lesz majd a következő, amivel majd végre megint bele tudsz szó szerint merülni a játékba. Ennyi voltam a szubnautika témában. Remélem tetszett. Dobjatok akkor egy lájkot, ha tetszett. Iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ha feliratkoztatok, nyomjátok meg azt a kis csengőt, és akkor küld majd értesítést is, hogy mikor jön új videóm. Aztán legyetek jók, hamarosan jelentkezem még valamivel. Valami új játékot is fogok szerintem mutatni, talán a jövő héten, meg a srácokkal kalandozunk tovább. Úgyhogy azt meg még érdemes lehet várni. Úgyhogy így, sziasztok, pápá!